élt vizének. Valaki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, Önök a Viziterápia című műsorunkat látják, és nagyon szépen köszönjük, hogy ismét velünk tartanak. Mostani műsorunk vendége Ambrus Réka, a szervető megálmodója. Köszöntelek, Réka, és köszönöm, hogy itt vagy a stúdióban. Köszönöm én is a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket. A legelső kérdésem nem is lehetne más, mint az, hogy segíts nekünk, mi az, hogy szervető? Igen, hát ez egy fantázia név, tehát ezt így megálmodtam egyik napról a másikra. Tulajdonképpen ez a szer, mint gyökszónak az összetett kifejezése, így lett a szervető. Ez egy, tulajdonképpen a szer, mint gyökszó, az utal az isteni és az emberi kapcsolatokra, az összetartozásra, az együvé tartozásra, és ennek az elhintése a szó második része. Arra utaltunk, hogy a kárpát-medencei kultúrtörténet, illetve a szimbolika feldolgozással foglalkozunk, és tulajdonképpen ez jelenti a szert, és ennek az elhintése jelenti azt, amit ruhákra megálmodtunk. Ezek nagyon szép gondolatok, és mi inspirált arra, hogy saját ruha márkád legyen? Főleg az, hogy én nem tudtam öltözködni, nagyon szeretem a ruhákat, és kerestem volna olyan ruhadarabokat, amiknek van értelmes üzenete, egyediek, tehát nem egy tucat termékről van szó, és nagyon szerettem mindig a magyar szimbolikát és a keleti szimbolikát is, és nem találtam olyan mindennapos ruházatot, ami ennek megfelelt volna, és ezért gondoltam, hogy akkor csinálok magamnak, és ebből indult ki az egész. Akkor tulajdonképpen úgy kell ezt elképzelni, hogy te mindig megtervezted saját magadnak a ruhákat, amiben jártál? Igen, ilyesmi volt a kiinduló pont. Észrevettem azt is, hogy van egy bizonyos réteg így az emberek között, akik ugyanúgy jártak, mint én. És hogyha én magamnak tervezek valamit, akkor másnak is tervezhetek. Tehát így igazából így lett az, hogy egy ruhamárkát elkezdtünk. És végig az volt a cél, hogy kimondottan ezek a magyar szakrális szimbólumok, meg a hímzett motívumok is megjelenjenek, de feldolgozva tulajdonképpen egy kis vérfrissítéssel a ruhákon, és modern szabászati megoldásokat alkalmazzunk. Ez a vérfrissítés, ez mit jelent a motívumok esetében? Művészi megoldásokkal tarkítjuk a hagyományos elemeket. Az első évben kimondottan szakrális szimbólumokat dolgoztunk fel. Ezek nagyon karakteres szimbólumok voltak, mint a napkereszt vagy a napban néző. Egyébként is ilyen kis fantázia nevük van. És utána kicsit jobban realizáltuk a nagy közönség felé, tehát olyan szimbólumokat kezdtünk el használni, ami tulajdonképpen széles körben is értelmezhető, mint például a kalocsai vagy a matyóhímzés, de minden évben kiadunk egy új szimbólumot. Tehát volt például olyan évünk, amikor a sárközit dolgoztuk fel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy vesszük a hagyományos elemeket, és ezeket stilizáltan megtartjuk, és tulajdonképpen tarkítjuk a saját fantáziavilágunkkal, illetve más magyar szimbolikával egészítjük ki. Ma már attribútumunk a turul napoldal a szárnyaiban, ezt a legtöbb hímzésbe belecsempészük egyébként. A ruhák azok saját egyedi szabásmintával rendelkező ruhák, vagy a meglévő és kapható ruhákra helyezitek fel ezeket a szimbólumokat, és akkor így viszitek tovább? Nem. Tulajdonképpen a mi gyártásunk az elejétől kezdve egy magyar ruházati termékcsalád. Ez attól alakult így ki, hogy végül is találtam nagy nehezen még olyan körkötőt az országban, aki
tud anyagot legyártani, és úgy gondoltam, hogy a szimbolika megkívánja azt, hogy 100%-ban magyar termék legyen, és így alakult ki egy sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb gyártási folyamat, mint ugye sokkal összetettebb így legyártani egy ruhát, mint ha vennénk egy bangladesi vagy kínai török terméket, és akkor arra ráhímeznék valamit. Tehát akkor a szervető ruhák azért sokkal többről szólnak, és legalább tényleg magyar. Igen, igen, ezt büszkén elmondhatjuk, persze, hát ötször több munka van vele körülbelül, de szeretjük ezt csinálni, és szívből csináljuk. Ha szervető ruhába bújunk, akkor már csak azért is más az érzetünk a ruhával, a viselésével kapcsolatban, mert nem csak magyar, hanem a lélek és a szív is bele van építve ezekbe a ruhákba. Férfiak is használhatják ezeket a ruhákat, illetve férfi pólókra, zakókra, ingekre is ráhelyezitek ezeket a szimbólumokat, vagy csak kifejezetten női ruhákra? Vannak női, férfi és gyerek ruháink is. Hát százalékosan azt mondanám, hogy a női az mondjuk egy 60-70%, a férfi az egy 30%, és akkor a gyerekeknek marad egy 10-20%. Sokan kérdezik egyébként, hogy miért nem készítünk több férfi darabot, és erre azt szoktam mondani, hogy mivel a nők, akik megtervezik, meg ugye a csapatban 90% a nő, ezért általában ebbe tudunk gondolkodni, hogy mi mit hordanánk szívesen. De vannak nagyon szép férfi modelljeink is, tehát van hagyományosabb ingünk, modernebb ingünk, ezek a hagyományos pólók, V-nyakas, O-nyakas. Most például kiadtunk egy fürdőnadrágot, amit nagyon szeretnek. Tehát én azt mondanám, hogy a férfiakra is mindig gondolunk, csak munkásabb ott kitalálni a megfelelő ruhadarabot. És hogyan fogadják az emberek, legyen ezek a fiatalok, tinik, vagy fiatal felnőttek, vagy a középkorúak, esetleg az idősebb generáció? Tehát a fiatalok is jól fogadják, de mégis azt mondanám, hogy a szervezővásárlók, ők sokkal érettebbek, mint egy tizenéves korosztály. Tehát a tinédzsereknek még nem fontos az, hogy mondani valója legyen a ruhának, nem fontos az, hogy egy minőségi kategória legyen, és az sem, hogy magyar termék. Tehát úgy gondolom, hogy ezekhez az ismérvekhez fel kell nőni, kell egy értékrendszer, ezért is, tehát a vásárlók inkább 25-től fölfelé választódnak ki, és hát egészen a 70 évesig. Tehát például van olyan kelménk, ugye mi festetjük a kelméket, ami kimondottan egy ilyen idősebb korosztálynak való szín, például egy rózsdabarna, egy bézs, ami ezek a pasztelek nagyon jól állnak az idősebb korosztálynak. Találkoztál már a saját ruháiddal valakin keresztül? Tehát sétáltatok az utcán, és akkor egyszer csak valaki olyan ruhát viselt, amit te terveztél. Persze. És milyen érzés volt ezt látni? Hát nagyon jó. ilyenkor elkezdek mosolyogni, és nagyon-nagyon boldog leszek ettől. De egyébként a szervető ruhák viselői is találkoznak így egymással, és többször hallottam már ilyet, hogy egymásra mosolyognak. Tehát, hogy van egy ilyen összeköttetés két idegen ember között, amikor találkozik az utcán is, és megismeri a márka családot is, és akkor úgy érzi azt, hogy van valami közös kettejükben, anélkül, hogy ismernék egymást. Rögtön egy harmónia alakul ki, ismeretlenül is egymás között, és ezért mosolyognak, köszönnek egymásnak. És pozitív visszaigazolás. Pozitív, így van, így van. Hát bárcsak minden termék ilyen lenne, hogy megérinteni a magyarságunkat. A kollekciók azok hogyan váltják egymást? Például kezdtetek valamilyen ruhákkal, most meg azóta már, ugye ti is szervesen fejlődtetek ezzel kapcsolatban, követitek azért nagyjából a divatot, és tényleg követitek is? Ez a sokadik kérdés a mostani felvezetésemben. Pontosan én egyébként úgy érzem, hogy az idén nagyot ugrottunk. Nagyon összetett volt a munka is, ezt a kollekciót december óta terveztük, és ugye május 1-én mutattuk be a nagy közönségnek, április végén fotóztuk.
és úgy érzem, hogy mind korosztályban sokrétű lett, tehát most kimondottan a 20-as korosztálynak is gyártottunk, de az idősebbeknek is. Készítettünk elegáns ruhákat, de ugyanúgy ilyen utcai, hétköznapi kirándulós viseleteket is. Tehát úgy érzem, hogy egy komoly lépcsőt ugrottunk, már csak azért is, mert olyan elegáns ruhadarabokkal is előrukkoltunk, ami szakmailag is kiváló, tehát nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Egyébként minden évben egy szimbolika tematizálás folyik, tehát minden évben valamire építjük a kollekciót valamilyen szimbolikára, az idén a kalotaszegi és a buzsáki hímzéseket dolgoztuk fel, előtte székely tulipános, életfás motívum volt, előtte kalocsai, matyó, előtte meg szakrális szimbolika, tehát minden évben van valamilyen hímzéskör, ami köré-körbe fonjuk igazából a témánkat, és akkor ezzel mintázzuk be a pólókat, táskákat, ruhákat, ugye vegyesen. Van-e kedvenc motívumod, vagy szimbólumod? Vagy az összes az? Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye mindegyik belőlem sugárzik valahol, és ezért mindegyiket nagyon szeretem hordani. Ez majdnem olyan kérdés lehet, hogy melyik gyermekedet szereted a jobban. Igen. Mindegyiket egyformán. Igen. Most az előbb hallottam tőled, hogy táskán is, tehát akkor nem csak ruhákra helyezitek el ezeket a szimbólumokat, hanem esetleg egy-két ilyen kiegészítő cuccokra is? Igen, van ilyen kiegészítőnk, például telefontok vagy neszeszer, de a ruhák vagy a táskák között kimondottan sokféle szabásunk van. Van textilbőrből, van vászonból is, és legalább 7-8 fajta táskát készítünk sokféle színben és sokféle mintával. Tehát nagyon-nagyon színes a paletta e téren. Láttam a legutóbbi fotózásról készült felvételeket, és az látszódik, hogy egy rendkívül fiatalos, dinamikus és jó hangulatú csapat vagytok ti. Igen. Tehát a szervető az egy szinte, én úgy gondolom, hogy az ember szívesen lenne ennek a csapatnak a része, mert annyira jó hangulat sugárzik ki. Kikből áll a csapat, vagy tényleg ez egy ilyen összeszokott emberek baráti köre egyben? Mit kell tudni a szervető csapatról? Igen. Hát ugye a varrás, a szabászat, maga az anyag körkötése, az már egy jól bevált szakmai brigád, ezen nem is változtatunk. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és eredményesen, mint látszik. A verkfilmen meg ugye az látható, hogy a bevált modellek, akiket szintén lányaimnak szoktam hívni, megkezelni, illetve egy-két jó barát, akik segítettek ezt tökéletesen megoldani, tehát akár a fotózási részét profin, ugye a fotósunk az Vámos Csaba, aki nagyon maximalista, egyébként a csapatban sok maximalista van, és ezért van az, hogy sokat is dolgozunk, hogy egészen addig, amíg nincsen valami teljesen kész, addig nem adjuk ki a kezünkből. Egy idő után már érdekes volt, hogy valaki azt fotózta, hogy mi fotózunk, és akkor a filmesek meg azt vették, ahogy fotózzák azt, hogy fotóznak, tehát egészen sokan lettünk, nagyon lelkesek voltak egyébként, hogy tényleg szívesen jött mindenki. A fotózás egyébként egy nagy élmény, tehát összekötjük egy ilyen családi piknikkel, beszélgetéssel, és akkor közben dolgozunk, ez egy egész napos ilyen, hát nem tortúra, mert annál sokkal kellemesebb, tehát egy ilyen kis élményjelenet. Hogyan találjátok meg a helyszínt? Mert én láttam egy felvételt, amikor egy ilyen farmon, tanyán fotóztatok, illetve töltöttétek el a napot, és a legutóbbi az pedig a Egri Vármakett környékén volt. Ez mi alapján jön? Hát
Igazából először azt szoktam végig gondolni, hogy ugye milyen fajta ruháink vannak. Tehát, hogyha például egyébként utoljára bikiniket fotóztunk egy wellness hotelben, akkor ugye olyan színteret kerestünk, ami ennek megfelel. A várat meg azért gondoltam jó helyszínnek, mert az mellett, hogy egy természeti közegben van, és kicsit úgy visszavettem el a természet önmagának, tehát egy nagyon harmonikus környezet volt, ahol jól éreztük magunkat. Az mellett ugye a várnak van egy ilyen nemes aspektusa, tehát egy elegáns ruhadarabhoz is nagyon jól tud állni, tehát jól tud mutatni mögött egy kicsit ilyen kastély jellege van, csak annál ősibb, és úgy gondoltam, hogy ez így barátságban lesz magával a szimbolikával. Hol lehet ezeket a ruhákat beszerezni, rátalálni, megvásárolni? Hogyan jutunk hozzá? Tehát elmehetünk a boltba is, csak úgy megvesszük, vagy kifejezetten valahova el kell menni, hogy ezekhez a ruhákhoz hozzájuthassunk? Tehát ugye mi kis szériában gyártunk, nem egy tömegcikkről van szó. Ettől függetlenül országosan meg lehet vásárolni. Vannak viszonteladóink is, a márkaboltunk Baján van, a Kossuth Lajos utcában. Ezen kívül ugye a szervető.hu-n elérhető az összes termék, webáruházon keresztül meg lehet rendelni, és egyébként nemzetközi szállítással Európa szerte postázunk csomagokat. Az előbb említetted, most már jön a nyár, és a bikini szezon, a fürdő nadrág szezon, és hogy kell elképzelni a fürdőruhákon ezeket a szimbólumokat? Tehát csak egy picike, vagy az egész fürdőruha be van terítve a szimbólummal, hogy néz ez ki? A bikini kollekciót azt mindig külön szoktuk kezelni, tehát van egy tavaszi, ami kimondottan ruhákat tartalmaz, és van külön a nyári, ahol megjelennek ezek a bikinik. Na most a bikiniknél is a buzsáki, illetve a kalotaszegi hímzés jött elő ebben az évben. És külön modellezzük ezt. Egyébként nagyon jó minőségű bikiniket állítunk elő, egy magyar bikini gyár segítségével egyébként, mert ez egy specifikus dolog, úgy gondoltuk, hogy minőségben így lesz első osztályú, hogy velük együtt dolgozunk. És igen, ez általában megdöbbenti az embereket, hogy lehet bikinire is hímezni, és nagyon szépek, és egyediek is ezek a bikinik, tehát mondom, ezek is kis szériával készülnek, 20-25 darabot adunk ki egyfajta modellből. És kuriózum egyébként országosan, hogy ennyiféle hímzett bikinit készítünk. Hát akkor igen kicsi a valószínűsége, hogy mondjuk valaki ugyanabba a bikinibe legyen. Igen. Ez az egyediség azért, ha azt vesszük, vannak akik erre is hajaznak, hogy olyan ruhát, olyan márkát szeret magának megvenni, ami lehetőleg nem jön vele vissza, vagy szembe az utcán, vagy egy estélyen, vagy egy rendezvényen, vagy akár a strandon, hát akkor a szervető tulajdonképpen ezt is tudja nyújtani. Én úgy gondolom, hogy az emberek nagyon szeretik azt, hogy ők képviselhetik a magyarságukat egy ilyen nagyon szép kifejezésmóddal. Tehát ez nem egy vad kifejezésmódja a magyarságnak, hanem pont ez a harmonikus kulturális kincs, amire csak büszkék lehetünk minden téren, úgy gondolom. Köszönöm szépen, Réka, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy beszélgethettem veled, illetve büszke vagyok arra, amit megálmodtál, és amiért dolgoztok. Mert én úgy gondolom, hogy ezzel csak a magyar identitásunkat tudjuk erősíteni, és végre olyan ruhát használhatunk, húzhatunk magunkra, amivel ezt tovább tudjuk erősíteni, és jól érezzük magunkat benne. Én ezt kívánom kedves nézőinknek is, mindenkinek szervető ruhában kellene, hogy járjon, és akkor úgy gondolom, hogy a lelkünk is teljesen más lenne. Örülök, hogy ismét velünk tartottak, legközelebb találkozunk, a viszontlátásra. Köszönöm a meghívást, viszontlátásra! Mondja meg, hogy
hogyan kell élnem. Apám azt mondta, ne bánts mást, valaki látta, hogy bántottalak.